Sziasztok! Mai vendégem Borhárt Viktor, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Én is örülök. Hogy hangmérnök lettél, és hol, mikor találkoztál ezzel a szakmával? A szakmával igazából nem találkoztam, én először zenész voltam. Zenész szeretettem volna lenni. Zenekarokban is játszottam, próbálkoztam legalábbis. Majd rájöttem, hogy valószínűleg a fülem sokkal jobb hozzá, mint az ujjaim, és amennyire jó dolgokat és összetevőket írok a dalokhoz. Ezért tendálódott ez inkább a zene vizsgálatára és elemzésére, legalábbis a fül gyakoroltatására, arra, hogy kihallja a zenéből a részleteket. És innen vezetett egyenes út arra, hogy ezeket ne csak kihalljam, hanem kontrolláljam is. Tesszük jó. Te színfalak mögött dolgozol, és szerintem ez egy nagyon érdekes szakma, munka. És miből is áll ez pontosan? Ez nagyon-nagyon sokrétű. Ez nagyon függ attól, hogy milyen helyszínen dolgozik az ember. Ez például egy színház. A színházi hangmérnökök teljesen máshogy dolgoznak, mint például a koncerten dolgozó kollégáik, vagy bármilyen más ágazatban. Nagyon leegyszerűsítve a hangok közönséghez való eljuttatása a feladat. Ez itt ebben a színházban nem annyira nehézkes, mert hogy ez egy beszédre épített színház. Ez egy prózai színház eredetileg, tehát itt már alapból is egész jól hangzik maga a történés a színpadon, viszont vannak olyan események, amikor elengedhetetlen, hogy egy kis segítséget nyújtsunk a és hány évet dolgoztál itt a színházban? 8 évet, majdnem napra pontosan 8 évet dolgoztam itt. Wow. Azóta viszont, mióta elmentem, visszajárok, és mindig nagy szeretettel gondolok vissza a régi időkre, amikor itt dolgozhattam. Egy szerelem volt tulajdonképpen a színház, és az a millió, amiben itt dolgozhatott az ember. Hát minden örülünk, amikor visszajössz hozzánk. Hát igen. Ez a 8 év, ez gombozból is sok, nemhogy így évekből. Akkor te ez idő alatt nagyon megismerted a színházat, a színfalak mögött is, meg minden zegzugát, hogy igazán. Nagyon. Igen. És meg tudod nekünk mutatni? Természetesen. Nehezen köszönjük, és már elő is készültünk. A színház építés gondolata már a 70-es években megjelent a városatyák fejében. Akkor még persze teljesen máshogy nézett ki a környék. Családi házak voltak a színház helyén. Először is a zeneiskolát tervezték megépíteni. És erre a nagy telekre, ami itt a zeneiskolától egészen a közösségek háza mögötti területig tart. Erre egy nagy komplexumot szerettek volna felhúzni, ami minden kulturális intézményt tartalmazott volna a városban. Itt látszik is az előzetes terveken, ez persze nem valósult meg, de látszik rajta, hogy terveztek egy zeneiskolát, egy mozit, az ifjúsági házat és a művelődési házat ugyanarra a telekre. Akkor még nem létezett itt a piramisház. A terveken már szerepel az engőáruház és a mellette lévő 10 és 9 emeletes épületek. Szóval ez lett volna egy kulturális központ, szabadtéri színpaddal együtt, amit a 70-es évek közepén kezdtek el tervezni. Ez itt a Kossuth Lajos utca. Az ott a Kossuth Lajos utca. Okay. Itt egy általános iskola szerepel, ami a Kodály általános iskola. Az autóbusz parkoló már itt volt. Érdekes, mert ugye korábban meg ezen a területen volt. Na de mindegy, minket most ez a középső terület érdekel. Arra terveztek tehát egy zeneiskolát, egy ilyen U-alakú épületet, ami ezen a terven nem úgy látszik olyan jól, de remélem a kamera majd segít rajtunk. Ami nagyon sok próbatermet tartalmazott volna, középen egy szép nagy udvarral, és egy hangversenytermet is. Ez a hangversenyterem nem épült meg szerencsére, bár az előzetes látványtervekem igen impozáns épületnek tűnik. Nagyon-nagyon szép ez a rajz, tervrajz képeken. Egy kicsikét hasonlít a Kodály központra, ezt többen észrevették már. Teljesen olyan. Lehet, hogy ezen a rajzon jobban látszik, hogy olyan Kodály központos egy kicsit. Hát nem kommunikult meg végül, hanem
az előzetes tervekkel ellentétben először tárgyaztak. Egy zeneiskolát erre a területre, hozzá parkolót is, és ezt a teret azt hiszem már akkor megépítették. Az úttörőház akkor már jelen volt, és a hangversenyterem csak később érkezett meg. Az érdekessége az egésznek az az, ez már egy teljesen más koncepció, egy teljesen más terv alapján készült. Az az érdekessége, hogy amíg az úttörőház 48-as tér 1 cím alatt található, a zeneiskola pedig 48-as tér 7, közöttem még 2 épületnek lett volna hely, a hangversenyteremnek, és az úttörőház és a hangversenyterem között egy múzeumot, mozit, mindenféle egyéb épületet és kiszolgáló helységet tartalmazó épület lett volna még. Ennek egy picike darabkája még mindig látszik a játszótér közepén, ahol ki van vezetve egy légakna, ami összekötetésben állt volna a színházzal. De ez végül nem épült meg. Ez végül szerencsére nem épült meg. A színházunk az most is így néz ki? Igen, a színház teljesen ugyanígy néz ki jelenleg is. Itt a főbejárata, az előcsarnokkal, itt a lépcső körülbelül. Itt van a nagy terem, a vészkijáratokkal. Körülbelül itt van a színpad eleje. Színpad oldala, itt pedig az öltözők, kiszolgáló helyiségek. Wow, ez nagyon jó. És itt látok ilyen beuglókat, amik ott kinn is vannak. Ezeknek van valami szerepük? Mert nagyon szép bordó színük van. Igen. Tehát ott a beülő rész az ugye fehér és padok vannak ott, de hogy ennek van-e valami szerepe is? Elsősorban az, hogy a már meglévő zeneiskolával összhangban legyen egy kicsit. A méretük viszont ténylegesen funkciót rejt magában, ugyanis a színház falai nem természetesen nem vékonyak, és nem is egy falról van szó, hanem dupla faluak a tér irányába. Valószínű azért, hogy a forgalom hangját csökkentsék némiképp. Ugye ebben az irányban van a vasút is, a busz megálló és a templom is. Ezeknek a hangját mindenképpen csökkenteni kellett, tehát ez egy dupla falú rész, és a dőlése ezeknek hangolhatóságot sejtett. Nincsenek feljegyzéseink róla, hogy méretezték, miként építették, de igen, rezonátor kamerák vannak ez alatt a ferde front fal alatt. Wow, ez tök érdekes. Szóval akkor, ha jól értem, akkor a két fal között levegő van, igen. És az szigeteli. Igen. Igen, mint egy rúgó tartja a két falat és kizárja a hangot. Nagyon érdekesen nézek ki ezek a távrajzok. Én nem igazán igazolom ki mindegyiket, de nagyon szép. Főleg ez a 3D-s. Természetesen a színház belsejéről is van néhány érdekes rajzunk. Erre a rajzra még később kitérünk. Addig titokban tartom, hogy mit tartalmaz, mint jelenleg mutat. Vágunk is neki. Jó.